Matolcsi keményebb, mint a Rambó. Sőt, tovább megyek. Matolcsi kemény, mint a Chuck Norris baz meg. De én nem vagyok ilyen kemény, majd de fagynak a tökkeim, úgyhogy menjünk inkább be. Sziasztok, én Bence vagyok, és ez itt a Quid Capitalism nevű YouTube csatorna. És hát figyeltem az elmúlt hét eseményeit, vártam, hogy mikor következik valami, ami megérné, hogy készítsek róla egy videót, de aztán nem történt semmi. Na jó, ez túlzás, persze voltak itt események, csak olyan, olyan uncsi az egész. Olyan uncsi, mert már megint ugyanaz. Mert tényleg. Tehát ugyanaz a forgatókönyv. Azzal kezdik, hogy azt mondják, hogy minden fasza. De nem volt minden fasza. Ők mondják, az igazi kérdések elől persze kitérnek, az arcunkba hazudnak, mi megnyelünk. A jó, mondjuk mi tagadás a nyelésben jók vagyunk, hát bizonyíték rá meg annyi díj, amit eddig összekapart kis hazánk, de Na jó, oké, okay. is, de azért nézzük át, hogy mik voltak az elmúlt hétnek a főbb tényleges valós eseményei. Ugye volt először is a kormányméting, tudjátok, kávé, kis teasütemény, pogácsa, csapvíz, meg ha a főnök nem figyel oda, akkor lehet lopni az áramot és tölteni a mobiltelefont. Aztán megrendezték a szokásos kibeszélő valóságsót főszerepben Gulyás Gergelyjel, illetve Szán segédével, Szent Király Alexandrával, és ezúttal exkluzív vendégként Navracsics Tibor is megjelent a porondom. Aztán volt ugye Orbán Viktor a legenda életrajzi beszámolója legújabb hőstetteiről, Apropó erre itt eszembe, nem tudom mennyire figyeltétek meg, vagy vagytok vele tisztában, hogy mégis mi a különbség a kormányinfo, meg az Orbán Viktor rádió interjú között. Meglátásom szerint az ég a világon semmi. Mármint persze, tehát a kormányinfon igen, elhangzanak igazi kérdések, ott kérdezhetnek többen, hát mondjuk nem mindenki, de ha megfigyelitek a tematikát, akkor ugye a kormányinfon elmondják, hogy éppen mi a szitu, meg miért minden fasza, vagy éppen milyen döntést hoztak. Utána jönnek első körben ugye a kérdésnek átszázott állítások, majd ezt követik a valódi kérdések, és mire jön Orbán Viktornak a Kossuth Rádió szereplése, addigra ezekből kimazsolázzák a számukra kedvező és kedves történeteket, majd ezeket szép hosszú körmondatokban hallhatjuk a főnitől, ahogyan előadja, de tartalmilag ugyanazt mondja. Csak kicsit máshogy. Na, ja, na mindegy. Lépjünk tovább, azért nézzük meg a konkrét eseményeket. Ugye a konkrét események mikre gondolok? Ugye volt itt sorrendben a kirugott pedagógusoknak a helyzete, aztán volt szó az uniós pénzekről, az is egy érdekes történet. Aztán euh, volt szó a benzinástoppnak a jövőbeni fenntarthatósági problémájáról, illetve hát Brüsszel az ellenzék ellen dolgozik, mert nem pont most szavazza meg a kormányunkkal együtt természetesen az olajásapkát az orosz olajra. Szóval, mm, na mindegy. És hát végül természetesen... Euh, azzal zárulta a történet, hogy Matolcsinak megvolt az a mondani, az őszinte beszédje az eddig elhangzottakról. Hát akkor most nem is tudom, mivel kezdjük, de kezdjük talán az elején. Kezdjük talán a pedagógus bérrendezésről. Most összezavartalak, ugye? Most azon gondolkodol, hogy mintha az előbb azt mondtam hogy pedagógusok kilugása. Jól sejted? valóban jól emlékezel, mert valóban azt mondtam, hogy pedagógusok kirúgása, most meg valóban azt, hogy pedagógus bérrendezés. De könyörgöm, tehát gondolkodj meg, kapcsolod össze a kettőt. Ha kirúgom a pedagógust, akkor a pedagógus már többé nem lesz pedagógus, tehát nem fog rászorulni a pedagógus bére, hanem a piac szépen rendezni tudja a jövőjét, sokkal nagyobb fizetése tud szertedni. Mindenki jó jár, túl van, nem? Hát neki jobb lett a bére, Nekem meg, mint kormány, nem kell foglalkoznom többet a pedagógus bérkérdésével. Az is igaz, hogy mondjuk ez nyolc pedagógus kevés, de hát aki a kicsit nem becsüli, az a nagyot nem érdemli, szokták mondani. Ja, igen, igen, tudom, most a diákok helyzetére gondolsz, de gondold már jobban végig a történetet is. Szeptember óta szervezkednek itt mindenféle dolgokat, ha azokat ilyen jól élő láncok, meg tüntetések, meg minden ilyen, jól meg tudták szervezni, akkor szerinted nem fogják tudni jól megszervezni önmaguk képzését, meg további oktatását? De hogy nem? Mondom én, mindenki jól jár, csak ki kéne rúgni az összes pedagógust. De akkor tényleg nekik megoldódna a bér problémája, az államnak a pedagógus bérrendezése, a diákoknak pedig a tanítatása elvégre önképzéssel, így vagy úgy, biztos megszerveznék. Ápropó, ha már pedagógusoknál tartunk, nem tudom, megvan-e nektek, de szeptember óta, amióta mennek ezek a tüntik, Orbán Viktor még rádióinterjúban egyszer nem mondta ki azt a szót, hogy pedagógus, egészen a mostani rádióinterjúig, mert most végre elhagyta a száját. Igaz, mondjuk valami olyasmi kontextusban, hogy ha Brüsszeltől megkapjuk a lóvét, akkor E, abból sok mindent fogunk tudni csinálni, például rendezhetjük a pedagógus béreket is. Jó, tudom, tudom, tehát magáról a tüntetésről, a sztrájkról, stb. egy szót nem ejtett de ne legyél már ilyen, szőröző, meg ilyen, türelmetlen. Tehát ez, olyan, mint a kis baba amikor ilyen egyéves, meg ilyen, ilyen plusz-minusz érted, és hogy úgy etetnéd a kanállal, küldenéd a szájába a kis répapürét, ő meg csak így, így tiltakozik, hogy ő azt nem akarja. De ugye, ahogy elkezd főcseperedni, meg nagyobb lesz, egyszer csak ki fogja nyitni a száját. Szóval majd a fő is biztos egyszer fog beszélni arról, hogy egyébként igen, vannak az országban ilyen jelenségek, mint pedagógus sztrájk, meg pedagógus polgári engedetlenség, és a többi, és a többi. De szóval mondom, legyél egy kicsit türelemmel, de addig is azért, hogy ne húzzuk az időt, hogy lépjünk tovább, uniós pénzek, mert hát ott is hát zseniálisak vagyunk, ugye mi írtuk a, a legjobb tervet arra vonatkozóan, hogy mit szeretnénk kezdeni az uniós pénzekkel. Annyira jót írtunk, hogy hát már csak egy kérdés merül fel, hogy hát akkor hol van a pénz, hát az még egyelőre zárolva, egészen pontosan a videó felvétele napja az december 6-a Mikulás nap, majd most fog elválni, hogy akkor Virgács vagy Mikulás csoki lesz-e a csizmában, meglátjuk, de minden esetre mondom, tehát, hogy, hogy értelmezni tudjuk a szitút, képzeld el, mindenki volt ugye iskolás, ki meddig, de volt, Képzeld el, amikor iskolásként hazamentél, és, és mondjuk így az ősök megkérdezték, hogy na kisfiam, akkor a heti témazáróra milyen osztályzatot kaptál, és erről így azt feleltem volna, hogy képzeld egy csonya. Annyira jót írtam, az osztályba senki nem írt ilyen jót. Én írtam a legjobbat. Ó, nem mondott kisfiam, akkor csillagos ötös? Azért csillagosat nem kaptam rá, mert volt egy feladat, az, az tényleg nagyon nehéz volt, ott max pontról sajnos lemaradtam. De Senki nem kapott rá több pontot, mint én. És összegezve így is én írtam a legjobb témazárat. Ó, hát gratulálok, kisfia! Add ide az ellenőrződet. Az ellenőrzőmet? De hát azt az miért szereted így, Hát, hogy aláírjam az ötöst. Aláírni? De hát nincs abban semmiféle osztályzat. Nem kaptam rá érdemjegyet. Hát nem tudom, hogyha ti ezzel állítottatok volna elő otthon, akkor mit kaptok érte? Hát jó, ez generáció függő is, abba biztos vagyok egy csajámat ismerve, hogy ő azért főkereste volna a tanárt, hogy most akkor a kölök Lódit, vagy tényleg nem kapott rá érdemet, ha viszont nem, akkor mégis miért nem. Aztán, ha kiderül, hogy a kölök Lódit, hát igen, van, a generációja válogatja ott már, ugye, kinél, hogy, hát valahol nadrágszi, fakarnál, poroló, légycsapó, vagy legalább két pofon, kukoricatérdepelés, állítás, szobafogság, zseppéc leírni százszor, hogy rend a lelke mindennek, és én megfelelek ennek. Hú, azt hogy utáltam. Na mindegy, mondom, generáció függő, de, de szerintem, tehát nem tudom, szerintem a szüleink nem lettek volna annyira hülyék, hogy ezt így bekajolják. Na mindegy, hát most ez van az uniós pénzekkel, Navracsics még mindig hárít, Megint ugyan azt mondja, amit eddig is, hogy ekkor és ekkor meg fogjuk kapni. Aztán amikor jön az a dátum, akkor persze majd mindig megmagyarázza, hogy, hogy legutóbb ő nem egészen erre gondolt, mert nem ezt mondta, de majd ekkor és ekkor meg fogjuk kapni. Hát, jó van. Oké. Lépjünk is tovább, mert ugye a benzinás topról is volt szó. Meddig fenntartható, mert ugye hát akarnak itt ilyen üzemanyagellátási gondok. Állítólag, tehát én nem állítok semmit, tehát nem vagyok én terjesztő, Ezt valahol olvastam az interneten. De, ugye itt, itt van ez a problematika, hogy ugye már több mint egy éve, hogy bevezették az üzemanyagár sapkát, és Ugye ezt kiterjesztették később a nagykerre is, mivel rájuk is kiterjesztették, hogy a hazai importőrök, már mint a külföldiek, azok így súgy, elmentek. Tehát azt mondták, hogy nekik ennyire nem éri meg a biznisz, és akkor nem, nem, fogják csinálni itt. Ugye ezek után minden teher a múl nyakába szaradt, szakadt, e ugye ennek van ilyen átka, hogy, hogy most például volt egy karbantartás, leállt a finomító egy része, meg hát amúgy is az ő kapacitása nem arra volt tervezve, hogy kizárólagosan Magyarországot 100%-ban ellássa üzemanyaggal, így, így vannak fennakadások. Ugye, hogyha feloldanák az ársapkát, azzal is van egy olyan problematika, hogy most gondolj bele, ha te vagy a kereskedő, és valahol azt mondják, hogy itt te most nem kell lesz. Vagy nem azt mondják, csak olyan feltételeket támasztanak eléd, amikre te azt mondod, hogy na én itt nem fogom eladni a portékámat. Átmész máshová, áthelyezed oda az infrastruktúrádat, minden új piacot nyitsz, majd ott eladod. Tök jó megy a biznisz, erre azt mondják, hogy oké, okay, megváltoztak a feltételek, visszajöhetsz. vissza fogsz menni. Hát ezért nem tudom. Kétlem. De, ja, persze, itt is van egy olyan probléma, ö, Hát ezt most így, így meghallhattuk, hogy erről mégis hogyan, milyen alapon foglalhatunk állást. Nem lenne ársapka, akkor az ilyen meghibásodások idején tudna külföldről importálni benzint az ország, így viszont nem tud, mert ilyen alacsony áron nem akar senki behozni benzint az ország. Ön energetikai végzettséggel rendelkezik? végzettsége van önnek energetikából? Tehát akkor ön szerint az ársakkal az nem okoz benzinhiányt. Kérem, hogy válaszoljon. Én is válaszoltam önnek. Van önnek energetikai végzettsége? Hernádi Zsolt már fél évvel ezelőtt arra figyelmeztetett, hogy az ársakkal az benzinhiányt fog okozni. Ön szerint akkor mi most a megoldás, hogy benzinhiány alakult ki országosan? Az a kérdés, hogy van-e önnek energetikai végzettsége? Harmadszor kérdezem, én mindig válaszoltam önnek eddig. Nem kell akkor újra, újra gondolni az ársakkal intézményét. Ön melyik médiumot képviselő? Telex.hu. A Telex.hu nem érti a kérdésemet, negyedszer is felteszem. van önnek energetikai végzettsége? Okay. Mit szól uh, Matolcsi György kritikáihoz, amit ma a Gazdasági Bizottságban fogalmazott meg a jegybank elnöke? Önök egy, egy, egy teljesen komolyan vehetetlen médium. Hát ne haragudjon, süketek párbeszédében nem veszek részt. A, a egy elnök azt mondta, beszél, hogy nem háborús, nem vagy nem pár szankciós infláció van, hanem, a, hanem a, kormány intézkedései is párbeszéd, hajtják párbeszéd, az inflációt. önök nem párbeszédet csinálnak, uram, hanem önök egy propagandagépezetet működtetnek. Sem fölösleges, hogy mit mondok és mit kérdezek öntől, élvezzék egymást társaság. Hát hallhattad. Megmondták a frankot. Nincs energetikai képzettséged, végzettséged. Akkor nehogy már állást merjön foglalni a témában. Véleményt megfogalmazni te normális, vagy miért? Hol van a papírod arról, hogy te energetikából bármilyen végzettséggel rendelkezel? Akkor ne legyen véleményed, és ne hangoztast, kérem szépen. Megtudhattuk. Tapasztalatod van? Nem kaptál üzemanyagot? És ki nem szarja le? Nincsen energetikai képzettséged csak ez számít. Úgyhogy ne gondolj a témáról semmit az ég a világon. Helyette fogadd el azt, hogy a mocsok Brüsszel már megint megszavazta a kormányunkkal közösen az olajársapkát, és ennek hála most üzemanyag hiány van. bocsánat, nincsen, nem terjesztek én semmiféle rémhírt, csak hogyha esetleg mégis van, akkor az mindössze ennek tudható be, hogy Brüsszel megszavazta a kormányunkkal közösen. Természetesen, hiszen az ő hozzájárulása nélkül nem tudja megszavazni. Igaz, mi mentességet kaptunk alóla, de a, a lényeg ennyit energitte árul, mert mondom, ha nincsen benne képzettséged, akkor szart sem ér a véleményed. Úgyhogy mi maradt még ezek után? Felírtam magamnak ide valami jegyzetet, volt itt valami csóka, aki hétfőn valami valami beszédben vett részt, már nem is emlékszem. Ja, igen, igen, megvan, a Matolcsi, persze, hát a Matolcsi, hát azzal kezdtük, azzal kezdtük. Na, akkor így így, miket is beszélt? Mert így, így tök jók hangzottak el a, a, a szájából, vagy hát, ja, mondhatjuk így is. Tehát olyanokat mondott, hogy Magyarország a világ negyedik, ötödik legsérülékenyebb országa, a pénzügyi makrogazdasági mutatóink az Európai Unióban az első, második legrosszabb helyen vannak. Jövőre már a, rossz, a legrosszabb lesz, mert a 15-18 százalék között várható az infláció. Ugye erre most mondta Orbán Viktor még nem olyan rég, hogy utasításba adta, hogy az legyen egy számjegyű. Hányszor egy, azt nem mondta. aztán, hogy az infláció nem szankciós vagy háborús, mert 2021 második felében kezdődött az energia ami a magyar infláció 80%-át okozta. És sok szempontból a kormány rossz döntései miatt vagyunk bajban. Az ársapkák 3-4%-os inflációs töbletet okoznak, azonnal ki kell vezetni őket. Meg persze mondott sok minden mást, ugye ez is szövegkörnyezete válogatja, majd természetesen linkek a leírásban, ott nézzetek szét nyugodtan, ott lesz az a videó is, amit a témában lehet találni, de sajnos hát az is vágott enyhén, na mindegy, talán mire kifut ez a videó, lesz róla jobb is. Na és hát most ugye sokan ünneplik Matolcsit, mert hogy tök jó, hogy beszólt a kormánynak, e és ebből logikusan következik, hogy hát ennyibe után le kéne, hogy mondjanak. Azért megjegyzem, hogy egyébként Matolcsinak mennyi keze van ebben a buliban, tehát a jegybank elnökeként igazándiból nincs sok feladata, csak kettő. Egy, kordában tartani a forint árfolyamot, kettő, kordában tartani az inflációt. Hát, mint láthatjuk, ez se nagyon jött neki össze, de ugye kormány lemondás esetén akár az ő lemondása is szóba jöhetne, de hát tudjuk, hogy milyen következmények nélküli ország vagyunk már egy jó ideje, tehát itt lemondás nem nagyon lesz. Vagy ha lesz, akkor ugye jogos a gondolat, hogy de mi lesz helyette, kik jönnek helyette. Tán az árnyék kormány? Há, ugyan már nekik ugye történelmi hagyományok, hogy ők már nem jöhetnek vissza. És most érkeztünk el a videómnak azon pontjához, hogy meg volt a felvezetés, és jöhet a lényegi tartalom. Mert most tényleg sokan így, így ünneplik, hogy na, 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 akkor talán, és tényleg elkacérkodnak a gondolattal, hogy és akkor milyen fasza lenne. Most tényleg így beismernék, mert hát Matolcsi megtette, és lemondanának. Igen, nagyon-nagyon szép kis álom, ugye csak hát akkor mi lenne helyette. Mert ugye a jelenlegi ellenzék arra, hogy átvegye a staffitabotot így full alkalmatlan, ezt ugye már megbeszéltük nem egy, nem kettő videómban. És a témával kapcsolatosan egyébként pont a napokban futott ki egy videó a, az új n amiben pont azt feszegetik, hogy mitől ilyen, vagy mitől lehet ilyen az ellenzékünk, amilyen a társadalomnak ez mégis miért buli, meg meg hogyan alakult ez így ki. Egy jó hosszú, több mint egy órás beszélgetés, de tényleg nagyon jó figyelmetek bajánom, annak a linke is ott lesz a leírásban. Tehát a lényeg, hogy megy a matek, mit lehetne akkor kezdeni. Én azért Tényleg elkacérkodtam a gondolattal, hogy jó, oké, tételezzük fel, lemondanak. Kírunk új választást, mit lehetne tenni a helyzettel. És szerintem a legjobb az lenne, hogyha szarnánk az egészbe. Tehát így nem mennénk el szavazni senkire. Vagy, ha igen, akkor érvénytelenül, és ezt addig-addig ismételnénk, amíg legalább egy évig nem léteznénk kormány nélkül. Mert bár én nem vagyok a szabadpiacnak a híve, már azért volt pár videóm, ahol ilyen témákról beszélgettem, de hogyha jobban átgondoljuk, akkor hát nekem mégis az jön át, hogyha legalább egy évig hagynánk, hogy a piac gondoskodjon önmagáról, meg, meg így a társadalom önmagáról, szerintem többet tudnánk belőle kihozni, mint ez a kormány. Tehát a szabadpiac még mindig jobb. Ha meg az ellenzékre nézek, hát a másik dolog, amivel soha nem értettem egyet, az az anarchia, anarchisták, stb. Tehát ez, ez megint csak távol állt mindig is tőlem. Én ennél rendpárti vagyok, bármennyire is hangzik hülyén. De, de mégis valahogy egy robban végignézek a bandán, hogy ez a politikai alternatíva a mi kis társadalmunkban, hát Hát, egyre jobban szemezgetek az anarchiával, hogy ennél talán még az is jobb. Hmm. De tényleg egy kicsit, hogy jobban beszéljünk a témáról. Ez a videó, amit mondtam, itt nagyon sokféle okfejtés volt, meg így, így okosak beszélgettek. Volt egy okfejtés, amely úgy hangzott lényegileg, hát mondjuk Szent Istvánig volt visszavezetve a téma, de hogy a magyar társadalom az alapvetően, egy olyan társadalom, amelyik megköti azt a dílt, hogyha kell, akkor felad valamit a szabadságából, hogyha cserébe jobb az élet színvonala, és szüksége van arra, hogy felülről diktáljanak neki. Én nem szívesen vállal a felelősséget. Ezek a szavak tényleg úgy elég súlyosak és elgondolkodtatóak. Hát nem mondom, van benne valami. Bár én a magam kis élettapasztalatából úgy látom, hogy azért ez nem csak a magyar társadalomra vonatkozik, és talán ez inkább education kérdése. Tehát az alacsonyabb társadalom rétegekre igaz, a, a magasabb szinten levőkre nem, függetlenül attól, hogy magyar vagy nem magyar, de elgondolkodtató. És éppen ezért az, hogy alulról szerveződjünk, annyira, annyira nem működik nálunk, sokkal inkább arra van szükség, hogy felülről egy valamilyen irányítás vegye kezdetét, és az szerint próbálják meg megszervezni a társadalmat, ami hát az elmúlt 30 évben, 32, ugye még csak egy valakinek jött össze, de hát ők sem egészen úgy foglalkoznak a magyar társadalommal, ahogyan az úgymond ildomos lenne, de hát erről is megoszlanak a vélemények. Na mindegy, hát most még nagyon el tudnék ezeken gondolkodni, illetve én meg is tettem, csak annyira nem akarom elnyújtani a videót. Úgyhogy azért egy-két dolgot összefoglaltam, szerintem, ami a matócsi témát illeti, nem kell neki nagy feneket keríteni, hát ö, a telexban vala, valaki a telextét tuti nézte régi videóimat, ahol a, sajtót vettem szemügyre, ahol kimondottan a kormány termékeit néztem át, hogy egy-egy témáról hogyan számolnak be, meg bakker, lehoztak egy cikket már tegnap, ami ugyanerről szólt. Bemutatták, majd link a leírásban, hogy a kormány média mégis milyen szinten számolt be a matolcsi beszédjéről, és elég silány. Sok emberhez nem jut el. És ami eljut, az is már most, tehát még csak egy napos a buli hétfőn, Hétfőn volt a beszéd, de már keddig bezárólag már megosztott a, a, az egész kommunikáció. Ahol ugye legtöbb esetben írásban találkozni vele. Ha ellenzéki politikusokat ö, vizslatsz, akkor azok ugye kiragadják a számukra kedvező részeket. Ha kormánypárti oldalt vagy sajtót ö, vizslatsz, akkor meg... Ö, pont beléjük kötnek, hogy hát a teljes kontextusból kiragadták ezt és ezt, és akkor meg például a Mandineren volt egy ilyen videó, amiben belebotlottam, megnéztem, nem volt hosszú. Hát ők sem a teljes tartalmat mutatták be, csak azt, amelyik részbe belekötöttek, abból egy kicsit hosszabbat, és akkor úgy kicsit más, hogy hangzik a történet, de azért, ha a teljeset végighallgatjuk, csak mondom, sajnos az is vágott, akkor azért úgy más, de nem, nem fog átjönni az embereknek, sajnos ki kell, hogy csak mindenkit. Hát, ez van. És hát, jön az év én is most kicsit visszavettem, október-november körül mentek ezek a heti három videók. Most azért én is úgy sok szempontból elfoglalt vagyok. Kicsit szűkítem, majd januártól jobban beindulunk. De már megvan egy tervem, ami szerintem már a tartalma nem fog változni még decemberben ki fog jönni, mert ilyenkor szokás mindenféle évadzáró, évösszefoglaló dolgokat készíteni, hát én is fogok egy ilyet csinálni, amiről, hogyha nem szeretnél lemaradni, és még nem tetted meg, akkor kérlek ne felejts el feliratkozni, bármi hozzáfűzni valód lenne az elhangzottakhoz, várlak szeretettel a komment szekcióban és ugye a like dislike gombok tudod mire valók nyugodtan használd én bence voltam, és ez itt a kvíd kapitalizmún volt sziasztok Holnaptól már tölt a puszta haragdó szerep a rúdok után azt a jövet nem maradjon itt kötőben üszködősiben illeszködőben üszködésben mindenki csipben modern vagyitt panomástan kódolt a mázkán,